Üdvözlök, és értem mindenkit. Hát nem valaki azt hitte volna, nem lesznek több. Téma is a mai napon az. Nagyon tévedett? Lesznek. Mozogni is kell. Nem mozog? Az leghamarabb. Agyvérzés kap, így csökkenni fog az egyének az agykapacitása. Deg van. És miatt olyan eszköz lesz fogva, ami nem olyan nagy, nem megy telefon, nem megy ilyen kamera. Most már csak a egy helyen fognak menni a felvételek. A telefon az eléggé nagy felület, és a kéznek nem valamit jó tesz. És itt volt előzőleg el lett kezdve mozgás. Ha nem mozogtok, eleget, minél jobban csökken az agykapacitás. Nem vagytok kint a idegen, nem edzitek magatokat, egyszerűen a szervezet legyengül. Az igazi jó edzés az, amikor ilyen hó volt, szép is volt, fémesztelenül szaladgáltam a hóba, emberekten, hogy a szervezetemet tudjam edzeni. Hát akkoriban még nem volt ez a romlás, az a ördönnek a műve, hogy időben elkezdtem nézni a filmeket, sorozatokat, játékokat játszogatni. Az olyan 2009-es években kezdtem játszogatni. Játszogattam kb. Jó sokat. 2014-ig. Keveset. Inkább új 2010-ben, 2012-ben jöttek a filmek. Tartottak mindössze 3 évet. Egyszerűen rájöttem, hogy nem jó út felé haladok. Jobb lesz, ha út felé haladok. És ottani ilyesmi nem volt, hogy filmeket, sorozatokat, játékokat játszogassak, amik voltak is lejátszva, ugyanazt a valóságból is el lehet játszani. Nem virtuálisan kell megkapni a örömöt, hanem valóságból is ugyanazt el lehet érni. Így nem játszok nagyon virtuálisan, semmit se, ugyanazt a valóságban is meg lehet tenni. Nem pedig nem folyton a virtuálisba való világban érezgetni, vagy inkább elvégeztetni. Tudnélik, hogy mindent tönkreteszi az egészséget, növeli a vérnyomást, sok mindennek az okozója ez a virtuális örömök. Elveszíti az agya normál funkcióit, látását, de negatív felé is, de pozitív felé. Azok egy nagyon egyszerű példát, ami nem szállító képhez tartozik, mert nem csak az érdekel, más is érdekel. Ha egy valami érdekel, azt jelenti, hogy folyton tisztára be vagy páltatva. Nagyon egyszerű példa rá. Például vannak olyan filmek, sorozatok, ahol a csúnya nő van, vagyis hívják kovval szép. Az kell, lehetek több a csúnya nő, mint a szép nő. Hát. Most jön a valóság. Most jön a valóságban. A valóságban az van, létrejön egy normál per, aminek normális az anyja. Végig a szoptatni, nyilvánvalóan a kis gyermek a nagycsacsi néket szereti. Nem a kis csöcsülőket, hanem a nagyot. Attól függ, minél nagyobb a csöcsülő, minél jó is hívják. Jobban van kiedzve. Na, nézzem, az a normális, úgy néz ki a nő, nem kövér, normális, még jó nagy csöcsei vannak.
mindenkinek más az ízlése, és pont ezt akarja a virtuális világba szerzett örömöt elvenni, leszenni téves információkkal, ráerőszakoltatásokkal, hogy olyan is jó, ami nagyon csúnya. Van, és nagyon sokan bedöltök napi szinten át, nézegetitek, hogy mi van a másikkal a Facebookon, ide jó nézzel ki, itt ugye, hogy viselkedik a valóságban, mindent a valóságban kell kipróbálni, nem pedig a virtuális világban az ilyen gyors gondolatmenet volt, röviden miről is volt szó, volt a mozgásról, milyen a női, hogy kell kinéznie mindenkinek máshogy, és még mindig virtuális világban való élettől. Hát következő videók is erről fognak szólni. Kicsikét ilyen action kamerások lesznek a felvételek. Telefonhoz odafagy a kezem. És mit a gyermekekkel szavaztak.